én sokkal szigorúbb és sokkal kritikusabb tudok lenni a saját gyerekkel, mint a környezete. Mert nyilván többet is szeretnék tőle. Milyen volt veled együtt élni akkor, amikor ilyen nehéz időszakok voltak szövetségi kapitányként? Mint egy család? Aha. Hát nagyon örültek, amikor lemondtam London után. Igen. Ezzel körülbelül azt meg is válaszoltam. Három olimpia alatt 21 ember tettél olimpiai bajnokká. Fel tudod őket sorolni az összeset? Remélem, mert azért most itt azért egy vizsgahelyzet. Bocsi. 21-en vannak, 21 férjek, illetőleg most már sajnos csak 20 vannak. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Szia. Természetes közegedben? Sokat vagyok itt lent. Kutyákat le szoktam hozni, bár most már kevesebbet, mert panaszkodnak itt a többi kutyás, hogy én óráz nélkül sétáltatom őket, mert hogy ezek vadászkutyák. Uh-huh. Viszont vadászkutyát nem tudsz megkötni, mert megy az óra után, senkit nem zavar, senkit nem bánt, játszik a többi kutyá, hogy inkább az erdőbe megyek, ott nem szorom senkit. És ha választanod kell, akkor erdő vagy víz? Hát, kétharmad erdő, egyharmad víz. Köszönöm, de milyen kis... nagyon olyan korrekt, déneses választotta erre. Esetleg, hogyha kutyákat idehozom, mert meleg van, és fönt már nem érzem, hogy jól éreznék magukat, amikor 35 fokba rohangálunk az erdőbe, az már nagyon meleg nekik, akkor lejövünk, itt be tudnak menni a Dunába. És akkor most van egy spániel, meg egy vizsla, ugye? Két, pontosan. Egy vízi vadász, meg egy szárazföldi vadász. Igen, tulajdonképpen igen. Más a funkciójuk, a spániel az inkább kajtat, vagy a vízben vadászik, vagy aportíroz a vízből. A vízlát, az hoz, kihoz, lelövés után kihozza. De a szárazföldön nem. Aha. A vízből igen, a szárazföldön nem. A vizsla az viszont tulajdonképpen mindenes, tehát az egy magyar általános apró vadas kutya az. Megkeresi a vadat, felkelti a vadat, és hogyha ha fekszik a vad, akkor hozza a vadat. Tehát ő... Megsüti, felszeleteli, tálalja. Az nem nagyon szeretik a vadászok, amikor úgymond ilyen, úgy nevezik, hogy kemény a szája, hogyha látszik a vadon, hogy ő hozta. Aha. Azt szeretik, amikor lágyan, finoman fogja, és nem marad nyoma a fogának a vadon. Nyilván, amikor még kölyök, akkor ezt szépen meg kell neki tanítani. Beülünk. Jó, melyik autóval megyünk? Azzal megyünk. Ez az Audival? Azzal az Audival. Jó lesz? Na, abszolút. Szeretsz még nyilatkozni? Meg ilyen? Már eleged van, vagy? Hát a kettő között, mert szerencsére sokkal kevesebb van. Aha. Ebből azt mondom, hogy szerencsére, ez már nyilván látszik, hogy nagyon nem a szívem csücske. Igazából amikor elkezd az ember valamiről beszélni azzal, aki érdeklődik, akkor már úgy elfelejt mindent, és akkor megjön a kedve. Aha. Az összeegyeztetni, meg sokszor az órát nézni, mert ugye beilleszted a napodba, és akkor van egy program, előtte van egy program, utána, előtte már az fordul meg a fejedbe, hogy itt most még kéne egy kis idő, de mennem kell, mert lesz ez a riport. Uh-huh. Akkor a riport közben, hogy na fejezzük már be, mert mennem kell, mert várnak. Ez nem jó. Maga az, hogy valaki kíváncsi valamire, és arról esetleg nekem van egy olyan véleményem, amit szívesen meg is osztok, akkor viszont közben meg jól érzem magam. Aha, na jó, hát akkor majd megpróbáljuk, hogy jól érezzük. Nem lesz ezzel szerintem gond. Mert hogy mi ilyen szituációban, hogy én kérdezlek téged, mint újságíró, még nem találkoztunk. Ami nagyon érdekes, mert hogy 1000 éve ismerjük egymást, és... A hölgy esetében ilyet tagadnom kell, tehát ne tagadj. Nem igaz, jól nézel ki. Hát én, tudod. Nem, egyébként jól nézel ki, azt azért nem mondom, azt hiszem, azt tudod, de az, hogy 1000 éve ismerjük, most igen, ismerjük egymást egy ideje. Egy ideje. És hogy én most pont mielőtt találkoztunk, néztem meg a rólatok készült filmet moziban, mert hogy ezt még mindig játsszák, pedig most már jó néhány hónapja bemutatták, és egy picit megmondom őszintén, arra számítottam, hogy nem lesznek sokan, mert hiszen már lement ugye a hype, lementek az interjúk, a PR kampányok, minden. Ehhez képest majdnem tele volt a moziterem egy random
vasárnap kora délután. Gyerekek, felnőttek, nagymamák, nagypapák, mondom, majdnem tele volt, és egy kicsit el is szégyeltem magam, mert hogy miért gondoltam azt, hogy majd lecseng ez ilyen gyorsan, de hogy téged meglep ennek a fogadtatása, vagy hogy ti ekkorák vagytok még mindig? Nézd, ahogy amennyire én így a szakembereken keresztül hozzám elszűrődött a Magyarországon készült filmeknek a látogatottsága, tehát a nézőszám az első 10 napban nem döntő jelentőségű, mert az első 10 nap a film reklámjának az eredménye. Amikor letelt ez a 10 nap, 2 hét, és azt követően a nézőszám, az viszont már abból jön, amit az első 10 nap nézői baráti körben manapság ugye a social felületeken jeleznek a filmről, és az, hogy nekünk egyenletesen végig ennek a filmnek még mindig, nyilván most már kevesebb teremben vetítik, de folyamatosan van nézettsége, ebből arra merek következtetni, hogy az, aki kijött, az nem csalódott, és hogyha ezt a társaságába ennek hangot ad, akkor az újabb nézőket generál. Tehát közeledünk a 100 000 nézőhöz, dokumentumfilmben, ez elképzelhetetlen. De játékfilmben is ma már. Két szempontból tartom fontosnak. Egyrészt, hogy azért mégiscsak ennek a teljesítménynek állít egy emléket. Ez annak, aki átélte, fontos, annak, aki nem látta, megtudja. A másik, hogy van egy olyan lecsengése, vagy kicsengése, vagy felcsengése a filmnek, hogy utat tud mutatni, akár sport, akár nem sport, szárnyait bontogató és inspirált, de magában esetleg bizonytalan tehetségeknek, hogy egyfelől a álmaid, céljaid, víziód elérhető, másfelől, hogy mi hogy értük el, azt nem azt mondom, hogy csak így lehet elérni, de azért ez mégiscsak adhat egy lökést sajnos sok fiatal szárnyait bontogató tehetségnél. Azt látom, hogy érkezik egy törés, ahol fontosabbak lesznek más dolgok, és elfelejti a vízióját, elfelejti a céljait, vagy elkallódik a célja, és apró örömökkel kipipálja az eredeti sokkal nagyobb terveit. Tehát ha Himalájat akarod megmászni, akkor ne a Tátra Lomnic legyen a legnagyobb. Legfeljebb a Himaláján pár száz méterrel a cél előtt visszafordulsz. Előfordulhat, de tehát nem sikerül mindenkinek. De az, hogy menet közben átkalibrálom a céljaimat, ezt sajnos nagyon sokat látom, és nagyon nem értek vele egyet. De hát annyi minden kell ahhoz, hogy benne maradjon az ember abban a sávban, ami a célhoz visz, az eredeti célhoz visz. Tehát, hogy ez nem feltétlenül csak azon múlik, hogy valaki mennyire tehetséges, meg elhivatott, hanem a környezetén, az, hogy talál, hogy észreveszi-e benne a tehetséget, valaki, hogy van-e, aki gondozza, jól gondozza a tehetséget, nem? Figyelj, az... Hogy hol van az a törés, tudod? Azzal tudunk foglalkozni, mi rajtunk múlik. Ha te ugye közel voltál a vízilabdához. Volt ilyen időszak? Igen, igen. Követted, egyet nem olvashattál én tőlem mérkőzés után, játékvezető kritikát vereséget követően. Mert a vereséget követően az ember azzal tud foglalkozni, ami a saját része. Én, hogyha kritizáltam bírói felfogás vagy bírói ítéleteket, az csak győzelmet követően fordultott elő, mert akkor az nem egy kifogás volt, akkor elmondtam a véleményem. De összességében, ha mindig azzal foglalkozunk, ami rajtunk múlik, és így sem érjük el azt, ami a víziónk volt, ami az álmunk volt, akkor is jól fogunk aludni, akkor is belenézhetünk a tükörbe. És én erre gondolok most, hogy nagyon sok 10-12 éves kisfiú a márványtáblákat látván a Margit szigeten az előcsarnokba kitűzi magának az olimpiai aranyat, és nem azért nem lesz olimpiai aranyérmes, mert nem volt elég tehetséges, vagy nem volt elég szorgalmas,
vagy esetleg a társai nem voltak azon a szinten, ami szükséges lett volna, mert ugye ez egy csapatsport, hanem azért, mert menet közben már feladja. Tehát elkezdi azokat az élményeket átélni, ami azzal, hogy ő először gyerek, aztán serdülő, aztán ifikorú vízilabdás, és népszerű lesz a baráti körében, népszerű lesz az iskolában, és szépen lassan elhomályosodik az eredeti cél, és kipipálja a vízilabdából neki számára érkezett hozamot, hogy így mondjam. Én azt gondolom, hogy ha most valaki 14 éves, és még tisztán megvannak a szép céljai, akár a vízilabdában, akár a más sportágban, akár a privát életben, akkor ez egy jel lehet, hogy egyfelől nem szabad menet közben lejjebb helyezni a célkeresztet, hogy így mondjam, alacsonyabbra, másfelől át fogsz menni kríziseken ahhoz, hogy legvégül megmaradjon az esélyed, hogy elérd az eredeti célodat. Tehát akkor azt a korosztályt, aki a te kezed alatt lett olimpiai bajnok, gondolok itt elsősorban 75-76-os korosztályra, illetve hát, a körülötte... Pont azokra gondolsz. 75-76-77, igen. Igen, 77, hát persze, hogy pont azokra gondolok, mert hogy igen, tehát ugye a közös metszet, te ugye a te karrierednek is, meg a sikereknek is. Szóval, hogy akkor az emelte ki elsősorban őket, hogy nem hagyták abba, hogy nem térítette el őket semmi? Ők soha nem vették le az egyik szemüket az olimpiai aranyról. A másik szemük az aznapi feladaton volt, az évi feladaton volt, akár még ifi vagy junior korukban is, de az egyik szemük mindig rajta volt az olimpiai arany. Most van egy rossz hírem, ez hiába van így másnál, lehet, hogy ennek ellenére nem sikerül. Mert őnáluk is nagyon sok apró dolognak a helyére kellett kerüljön, kritikus pillanatokban, hogy aztán az össze is jöjjön. És nagyon sok ugyanígy mindent megtesz, és mégsem sikerül, de amit az előbb mondtam, ha te a saját részedről mindent megtettél, tudatos voltál, nem engedtél a céljaidból, alázatos voltál, és a többi, és a többi, és így nem sikerül, akkor azt mondod, hogy ez dobta a gép, és tudomásul veszem. Ami nekem nagyon tetszik, az a mondatod, hogy és nekem az a teóriám, hogy ez az, ami azzal a kicsivel fölé emelte, vagy hát naggyal fölé emelte mindenki fölé ezt a csapatot, meg téged és a ti közös munkátokat, hogy te szeretted, vagy szereted ezeket a fiúkat. Tehát, hogy minden egyes játékodhoz volt egy fűzött, egy szeretet kapcsolat. Hát én nagyon igyekeztem arra, hogy olyan játékosom ne legyen, akit nem szeretek, mert az ember azt nem szereti, akinek olyan jellemvonásai vannak, ami erre okot ad, hogy te ne szeresd. Mert én nem vagyok színész. Tehát én nem tudom a játékosnak azt eljátszani, hogy szeretem, miközben nem méltó szeretetre. Vannak olyan nagyszerű élsportolók, akiknek vannak olyan tulajdonságai, hogy nagyon nehéz őket szeretni. Valószínű egyéni sportolónál ez egy kisebb probléma, mert ott ő egyedül van a sport teljesítményével, az összes többivel szemben. De ez egy csapat. És én nem akartam azt, hogy azt érezze egy játékosom rajtam, hogy én őt nem szeretem. És hogyha én valakit nem szerettem volna, az óhatatlanul megérezte volna, mert nem vagyok színész. És ezért szerintem ez fontos volt, ez egy szűrő volt, ha csak nem lett volna létfontosságú szerepe, de ilyen nem volt, akkor én semmiképpen nem hagytam volna, hogy benne maradjon a csapatban. Tehát én igen, mindegyik játékos szerettem, és mindegyik játékossal ugyanakkor tudtam kritikus lenni, vagy meg tudtam ítélni, hogy mik az erényei, mik a hiányosságai. Szóval, mint az ember a saját gyerekével, nem? Hát hogyne, hát mi vagyunk általában a legszigorúbbak, ugye a gyerekeinket az ismerősök, meg ugye a külső szemlélők, mindenki dicséri, milyen kedves, milyen helyes, milyen jól nevet. Hát egyszer látnák, vagy hallanák, amikor ugye a családi körben vannak, hogy akkor hogy viselkednek. Tehát úgy azt gondolom, hogy én sokkal szigorúbb és sokkal kritikusabb tudok lenni a saját gyerekkel, mint a környezete. Mert nyilván többet is szeretnék tőle, vagy azt szeretném, hogy minden rendben legyen vele. És veled az apukád, ugye ti igazi szimbiózisban éltetek akkor, amikor te kicsi voltál Fecsóval, Kemény Ferenc, ugye te apukád, aki egy
Hát most mennyi idős fecsó? 92. év. Aztán mindenit. És hogy van? Jó, köszönöm. Jó van? Sokat sétál dobogókön. De jó. Jókat eszik. Tájékozott. Szapenge még mindig. Igen, hát mondjuk egy beszélgetésen belül van, hogy visszakérdez, de hogyha 20 évvel vagy 50 évvel ezelőtti dologról van szó, azt tökéletesen elmondja. Na, hát igen. Szóval, hogy a Fecsó bácsi, aki egy igazi, ha van élő legendája ennek a sportnak, akkor ő az, ilyen utánpótlás zseni. Szóval, hogy ugye te 3 éves voltál, ő pedig 25, amikor ti ketten maradtatok. Nagyon felkészültél. És ott, hát most érted, nekem ez a dolgom. Szóval, hogy ez egy olyan érdekes élethelyzet, és nehéz is, és egyben nagyon szép is, ahogy ez az egész alakult köztetek, hogy amikor ugye a szülők válása után te vele maradtál, ott lett egy helyzet, amiben ő nagyon beleállt. És volt 2011-ben egy könyv rólad, amit az Endrei Judit írt Kemény üzenetek címmel, és abban erről hosszan van szó, hogy a Fecsó mennyire téged helyezett az ő minden, az egész világának a középpontjába. Igen, én szerencsére nem kerültem ilyen helyzetbe, hogy 3 éves gyereket egyedül kellett volna neveljek. Ő viszont ennek a helyzetnek azt kell mondjam, azt a pozitív oldalát fogta meg, hogy érezte, hogy nagy hatással lehet rám. Nyilván végig gondolta, hogy ezt a nagy hatást, ez egy veszélyes dolog, mert ez a nagy hatás lehet rossz nagy hatás is, tehát lehetőleg nagy, de jó hatással kell, hogy legyen rám, és kitöltötte a szabad idejét, és abszolút úgy tervezett mindent, hogy minél többet tudjon velem lenni, úgyhogy akkor ő még vízilabdázott, akkor ő már dolgozott, mint mérnök napi 8 órán. A MÁV-nál dolgozott, ugye? A MÁV-nál, így van, mert BVSZ játékos volt. Ja, igen. MÁV-nál kapott munkát, onnan is ment aztán nyugdíjba, tehát ő végig csak a MÁV-nál dolgozott, és ő minden alkalmat megragadott, hogy velem legyen, akár többen, akár csak ketten, és igazából legalább annyit szedtem föl tőle abból, amiket mondott nekem, amiket ugye szándékosan mondott nekem, mint abból, amit láttam, hogy tesz. Uh-huh. Hát ugye ezt egyszer egy olasz tévéműsorban néztem így délután szundikálás közben félállomba. A Rájtere az mindig ilyen ismeretterjesztő műsorokról volt híres, és egy pedagógus professzor mondta, hogy hát nem baj, hogyha megmondjuk a gyereknek, hogy ne vegye a kést a szájába, de a legjobb, hogyha mi nem veszük a gyerek előtt a kést a szánkba a vasárnapi ebédnél. Tehát körülbelül annyit tapasztaltam tőle és tanultam tőle abból, amit nem mondott, csak láttam, hogy mit, hogy tesz, mindamennyit effektíve úgymond oktatott. Hát és ő egy ilyen, legalábbis a keringő történetek alapján ő egy hihetetlen nagyvonalú, érzelmileg is nagyvonalú ember. Hát ebben a könyvben volt egy engem nagyon megérintett történet, hogy ő azt meséli, hogy ő addig nem evett, amíg te nem laktál jól. Legyen a tányéron bármennyi. Igen. Mármint legyen a közös tálon bármennyi. Igen. Igen, és ez azt gondolom, hogy ez egyébként így normális, de azért nem mindig így. Nem mindig így van. Láttam, így van, nem mindig így láttam. Én erre még edzőként is igyekeztem, hogyha láttam így csapatszinten, hogy mit tudom én, úgy alakult, hogy előfordult, hogy nem elég a edzés után a játékosoknak az étel, akkor nyilván megvártam, hogy mindenki jól lakjon, és ha még mindig maradt, én csak akkor ettem, tehát ez... Jaj, és volt olyan, hogy nem maradt? Mert ezek a fiúk, hát hogy mondjam... Volt, de... Szerint tudnak enni. Azért akkor, amikor már ugye ők válogatottak voltak, én meg szövetségkapitány, azért ebből nagyon nagy probléma nem volt már, ugye, hogyha 30 évvel visszamegyünk, akkor azért mások voltak az anyagi körülmények, meg a lehetőségek. Ezt egyébként apám, mint utánpótlás szövetségkapitány mindig úgy mondta, hogy gyerekek, rúdszalámit mindenki rakja be, amikor megyünk keletre, mert lehet, hogy nem lesz elég a kaja. Nyugatra megyünk, akkor vagy rúdszalámi, vagy pénz, mert ott viszont pénzért lehet venni. És az volt a lényeg, hogy föl kellett őket készíteni, hogyha mondjuk, mit tudom én, Bulgáriába vagy Hollandiába nem lesz elég a mérkőzés után a vacsora, akkor nehogy már éhesen feküdjenek le a srácok aludni. Voltam ugye olyan helyzet, amikor mondjuk a medenceparton döntési helyzetben, vagy valami nagyon izgalmas helyzetben, szorongató helyzetben hallottad
magadban apádat? Egy az egyben nem, mert hát azért mégiscsak önálló egyéniségek vagyunk. Egy az egyben nem, hogy mondtad, de gondolkodásban. Te a kreatúrája vagy. Igen, de gondolkodás, igen, ez egy többértelmű, de abszolút kifejező, igen, de én igazából a gondolkodásom, a mentalitásomban nagyon nagy hatással volt rám. Én nagyon próbáltam leegyszerűsítve, logikusan és a minél könnyebben érthető és megjegyezhető módon átadni gondolatokat, hogyha azt láttam, hogy egyik-másik játékosnak akár a privát életébe van szüksége egy fél mondatra, akár a játékba, bármilyen oknál fogva, a hullámvölgyben van, vagy akármi. Az nagyon lényeges, hogy amikor kommunikálunk, akkor annak legyen egy váza, és maradjon meg az a gondolat abban, akivel ezt teszed, mert különben nem ér az egész semmit. És nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy szétfolyóan mondják el a gondolataikat az emberek, és most függetlenül a sporttól, hogy igazából beszél 5 percet, és nem emlékszem, hogy mit akart mondani, vagy mi ennek az egésznek a lényege. Tehát nyilván egy-egy ilyen blikflankosabb félmondattal tudsz nyomot hagyni, de a legjobb, hogyha ha mondasz valamit, akkor az marad meg, amit fontosnak tartasz, és azután hatékony lesz. Ugye amikor kijöttél a szövetségi kapitányi munkából, és mentél tovább a szövetségben vezetőnek, akkor az... Tehát kellett az neked? Igazából nagyon sok egyes, tehát igazából nem én találtam ki, hanem egyesületek azt szeretnék volna, hogy ne tűnjek el a magyar pólóból, mert azért az én nevem, az én személyiségem az fontos, hogy benne maradjon a magyar pólóból, hogy tudjam képviselni a magyar vízilabdát. És én igazából nem, én azt megjelenten edző voltam, soha nem voltam cégvezető, mert a vízilabda szövetség azért majdhogy nem egy üzleti vállalkozás. Egyik oldalon meg kell teremteni az anyagi feltételeket, másik oldalon jól kell elkölteni, és akkor a legvégén még van egy olyan szakmai rész, amire ráadásul az elnöknek kisebb befolyása van, esetleg annyiban, hogy hogy választja ki az irodamunkatársait, meg a medenceparton dolgozó edzőket, akik aztán utána vagy szállítják, vagy nem az eredményt. Na mindegy. Igazából lehet, hogy nem kellett volna. Aztán egy idő után meg egyébként beletanultam, de egyértelmű, hogy a szövetségkapitányi munka sokkal szebb, sokkal jobb. Arra az eredményre, ami aztán fémjezzi a munkádat, arra sokkal nagyobb ráhatásod van, mint egy elnöknek. Én azt gondolom, hogy az a 6 év, amit megcsináltam, ha már, mondom, ez nem az én ötletem volt. Ha már elvállaltam. Ha már elvállaltam, becsülettel, tisztességgel csináltam, sokat dolgoztam vele, menet közben tanultam meg, mert igazából nem tudtam, csak úgy kívülről volt valamennyire állátásom, milyen az elnöki munka. Menet közben aztán egy 3-4 év után már láttam. 90%-ban az anyagi háttér megteremtése. A fontos, a költésről gondoskodnak a többiek, tehát. Klasszikus. Igen. Hát igen, és igazából most visszacsengnek régi mondataid, hogy amikor először edző lettél, még Komóban, amikor ugye Olaszországban, amikor a szövetségi kapitányi munkára beadtad a meghívásos pályázat volt, ugye, és ha jól emlékszem, 11-eteket hívtak meg, és csak 4-en adtatok be pályázatok. Na, de hogy mind a kettő kapcsán voltak olyan mondataid, hogy jó, adok magamnak néhány évet, 4-5 évet, mondtad ezt az első edzői munka kapcsán, vagy mondtad a szövetségi kapitányi munka kapcsán, hogy ha tudtad volna, hogy megnyered, akkor nem biztos, hogy beadod. Tehát, hogy voltak benned kétségek? Hát persze, hogy voltak benned kétségek. Figyelj, Olaszországban azért nagyon szép kultúrált kispolgári élethelyzetben voltam már 10 éve. Állatorvosként is dolgoztál, ugye? Állatorvosként is dolgoztam, igen, és edzősködtem, és előtte játszottam. Meg voltak a nagy gyerekek, ugye? Meg a mostani nagy. A mostani nagyok, igen, akkor még kicsik voltak, meg voltak 6 és 3 évesek voltak, amikor beadtam a pályázatot. Én azt képzeltem, hogy ugye ott is ugyanez volt, hogy akkor a Szívós Pista volt elsősorban ennek a motorja, hogy ő azt gondolta, hogy én alkalmas vagyok rá, és ő azt is remélte, hogy neki lesz ráhatása az elnökség
szavazataira annyiban, hogy keresztül is ugye azt, amit elképzelt, az, hogy én legyek a kapitány, és szerinte én majd várhatóan jó kapitány leszek. Ebből jött az egész ötlet, de én ettől függetlenül, hogy ezt ő így gondolta, úgy éreztem, hogy miután én már 10 éve nem vagyok Magyarországon, engem nem fognak megválasztani. Uh-huh. És amikor megválasztottak, nagyon meglepődtem, és akkor viszont ugye már nem lehetett azt mondani, hogy vicc volt. Akkor viszont mit csináltam? Az első meglepetésemet követően elkezdtem tervezgetni. Beszereztem az atlantai mérkőzések videóit, beszereztem a statisztikát, elkezdtem... Igen, ez 97-ben volt, amiről beszéltem. Hát igen, így van, 97. januárja, és elkezdtem nézni olyan pontokat, amitől a magyar válogatott az én elképzelésem szerint egyértelműen győzelem esélyessé válhat. Nem dobogó esélyessé, mert az nem ugyanaz, tehát nem érem esélyessé, hanem győzelem esélyessé. És aztán, hogy most megtaláltam azokat a pontokat, nem, az eredmény nyilván azt mutatja, hogy megtaláltam, de én tudom, hogy mi mindenbe hittem, hogy mi az, amire kifejezetten koncentrálni kell, mert egyébként normálisan minden edző tart kondicionális edzéseket, tart frissítő edzéseket, tart taktikai edzéseket, tart egyéni edzéseket, aztán mégiscsak lesz valaki első, meg valaki meg 8. Ezért én... És mi volt az, amire szerinted akkor, az akkori gondolkodásod szerint, ami hiányzott? Én nem tudom, hogy hiányzott-e, de hogy én nagyon koncentráltam rá, hogy ebben jobbak legyünk a világnál, az egyik a gyorsaság volt, mert hogyha megnézed manapság, néha játszik a magyar hoki válogatott a kanadaival, uh-huh. és nem a korong kezelés a leglényegesebb különbség, ha egyáltalán van, hanem az, hogy minden nagyobb sebességet csinálnak. Aha. Tehát én azt akartam, hogy a két kapu között, hogyha az átlag vízilabda csapat 16-17 másodperc alatt jut át a túlsó kapuhoz, az nálunk legyen 3 másodperccel kevesebb idő alatt. Ehhez egyfelől gyorsan kell tudni úszni, tehát olyan edzéseket kellett kigondolni, ami erre a játékosokat alkalmassá teszi, a meglevőket, vagy gyorsabb játékosokat kell betenni, illetőleg olyan taktikai elképzelések voltak ehhez szükségesek, amik favorizálják azt, hogy te hamarabb följ a túloldalra. Mert akkor több időt lesz támadni, nagyobb az esély, hogy gólt tudsz lőni, nagyobb az esély, hogy helyzetet alakíts ki. Ez egy egyszerű matematika, ugye egy meccsen nálad van a labda, mit tudom én. 40-szer, akkor 40-szer van 3-4-5 másodpercet több időt támadni, akkor abból azért csak néhány gólra több lesz. Igen. Ez, amit te mondasz, az gyakorlatilag tudomány, és az fordul meg a fejemben, hogy milyen sok dolognak a szintézise az, hogy valaki sikeres lesz edzőként. Hát, szív, ész, logika, tudomány, érzék. A tudomány, érzék, ritmusérzék. Például beszéltünk a Madaras Norbival, aki ugye most az MVLS elnöke, ugye jól mondom, igen. És hogy ő például azt mondta rólad, hogy szerinte a ritmusérzéked az, ami például az egyik egy első dolog, ami eszébe jut, hogy kiemel téged a többi kapitány közül. És ez nagyon sok mindenről, ugye, amit én laikusként látok, vagy ilyen negyed laikusként, hogy az voltak ilyen nagyon emlékezetes cseréid, ugye a Kosszecska például, meg más cserék is, amiket ilyen nagyon izgalmas időpontokban, jó ritmusban tudtál például meglépni. Hát nézd, az előbb ugye beszéltünk egy olyan szakmai alapról, ami egy olyan helyes célkitűzés volt, ami helyek közel azért nyilvánvalóan számított az eredményben, de nagyon sok ilyen van. Ha belegondolsz, ugye el lehet, inkább közelítsük úgy meg, hogy hol lehet elrontani. Tehát, hogyha teszed a dolgodat a szakma szabályai szerint, akkor utána sodródsz az eseményekkel, és lesz, ami lesz, akár nyerhetsz is, de nem igazán tettél érte valami különlegeset. Na most, hogyha te a felkészítésben hiszel dolgokban, és megvalósítod, és visszaméred a saját elképzelésedet, hogy az tényleg szükséges-e, tényleg hozza valamennyi eredményt, akkor ez egy fontos dolog. Nagyon fontos dolog, az egész ott kezdődik, hogy milyen gondolatok mentén válogatod össze a játékosaidat, mert a válogatott esetében,
nagyon sok a jó tudású játékos. És nyilván van egy-egy olyan különleges tehetség, ami kétségtelenül helyet követel magának, de sok közel egyforma játékosnál lehet, hogy nem azt kell nézni különbségnek, hogy az egyiknek, nem tudom, lövőcsel után a hosszú sarokban jobb szokott lenni a lövése szemben a másikkal, hanem olyan sportemberi tulajdonságokat, olyan lelki adottságot kell keresni, ami még inkább különbséget fog tenni két játékos között, vagy jobban be tud illeszkedni a többi közé. Tehát a válogatás az megint egy nagyon fontos dolog, az megint nagyon erősen rányomja a legvégén a bélyegét az eredményre. Sokszor az emberek a legutolsó játékosnál már edzők, nem figyelnek annyira, mert már az a 12, akit kiválasztottam a 13-ból, az már jól kiválasztottam, stb. Most a kettő közül a maradék kettőből egyet megválasztok 13-nak, az lehet szimpátia alapján, lehet valamilyen lelki kötődés alapján. Ugyanakkor nem tudhatod, hogy szükség lesz-e kritikus pillanatban mind a 13-ra, mert abban a pillanatban nem mindegy, hogy te hogy választottad össze a 13-at. És az megint egy érdekes kérdés, hogy van-e lelki erőd két játékos közül a 12-höz a kevésbé jót választani, mert úgy érzed, hogy viszont az a 12, ővele lesz erősebb 13, ami ugye nem ugyanaz. És akkor ugye ez nagyon, hogy mondjam, ilyen égbe kiáltó helyzet, hogy a kettő várományosból a kevésbé jót választod. Elsősorban a szurkolók számára, akik nem értenek hozzá, még akár a játékosaid is, holott a te gondolatod mögött az van, hogy ez a 13-as lista erősebb, mint az, igen, pedig én most a kettő közül a gyengébet tettem bele. És azért nem kicsi a nyomás a kapitányon a játékos keret hirdetés előtt, egy olimpia előtt, meg pláne, tehát szóval én azért, nekem vannak emlékeim erről. Hogy az egész szakma mindenki jobban tudja nálad, és mindenki ott liheg, gondolom, a nyakadba. Hát próbálnak, igen, de én ilyenkor igyekeztem azért el barikádozni magam, nem azért, mert én okosabb vagyok, mint a többi, hanem ezeket a döntéseket magamba kellett meghozzam egyedül, mert én viseltem a következményét. Tehát, hogyha a legjobb indulattal, a legjobb barátom, aki edző kollega, az ő hite szerinti tanácsot adja, megfogadom, és az rosszul sül el, a büdös életben nem tudom meg, hogyha magam döntöttem volna el, akkor mi lett volna, és azért hadd jegyezzük már meg, hogy hát nekem kell eldöntsem, mert én vagyok erre megbízva. Tehát meg az én eredményem lesz, úgyhogy ilyenkor a tényleg barikádok mögé bújtam, és azt gondolom, hogy egy kollégád mondta egyszer, hogy 10 évet tudtam öregedni az utolsó héten, amikor vágták a centit, hogy na, jövő szerdán be kell jelentse, hogy ki lesz a 13, aki megy az olimpiára. Az utolsó napok már nagyon nem volt tanácsos senkinek se hozzám szólni. Milyen volt veled együtt élni akkor, amikor ilyen nehéz időszakok voltak szövetségi kapitányként? Mint egy család? Aha. Hát nagyon örültek, amikor lemondtam London után. Igen. Ezzel körülbelül azt meg is válaszoltam. Aha. Volt olyan, hogy azt mondta otthon a feleséged, hogy elég volt, és hogy máshogy legyen ez, mert keveset kapunk belőled? Ez sokszor volt, csak nem a vízilabda kapcsán, tehát a normál hétköznapi családi viták esetében ilyen volt. Nem, ő tudta, hogy imádom, tudta, hogy még azt is megmerte kockáztatni így kívülről, megítélve, hogy még talán szükség is van rám a csapat oldaláról. Tehát ő nem, ilyesmiben soha nem, de amikor úgy döntöttem, hogy nem folytatom, akkor ő is, meg a legkisebb gyerek is mindenképpen örült. Sőt, szerintem a másik két gyerek is. Hát ugye most 17 Márk, ő a legkisebb. Ugye, ha jól számolok, és van egy Viktorod, meg van egy Kristófon. És a Viktor meg a Kristóf már nagyok, 29-30 valamennyi. 33-30. Na, szóval, hogy, és Kristóf viszi tovább. Kristóf edző a BVSC felnőttnél, vannak nála idősebb játékosai, de nagyon élvezi. Most már 3 éve a felnőtt csapat edzője, és most a junior VB aranyérmes csapat, ami egy hete vagy két hete
nyerte a világbajnokságot, ott három játékosa játszott, akiből kettő, az 4-5 éve már az ő keze alatt dolgozik, tehát nagyon akkor neki büszke volt, van érzéke hozzá. Ezt mondjuk már megmondtad te ebben a bizonyos említett 11-es könyvben, hogy a Kristófnak jó szeme van, meg jó agya van a vízilabdához. Hát, mert most Marcit ő fedezte föl. Na, és hogy én úgy tudom, hogy a Kristóf már még gyerek volt szinte, 15-16 éves, amikor te szövetségi kapitányként konkrétan számításba vetted az ő véleményét. Igen, mert hát volt egy olyan, akkor 13 volt, egyszer addig tologatta oda az a Mágnes táblának is figurákat, amíg kitalált egy emberelőnyt, amit aztán elkezdtünk csinálni. Megmondtam a fiúknak, hogy a Kristóf találta ki, de természetesen nem a Kristófról neveztük el, ennek volt egy neve. De nyilván kipróbáltuk, aztán modifikáltunk valamennyit rajta, és akkor végül egyébként az athéni győztes gól is ebből az emberelőnyből volt. Ne. Tehát volt hozzá érzéke, jó, ez nem az ő érdeme, de az, hogy játszott a nappaliba az asztalon ezzel a mágnes táblával, az mutatta, hogy érdekli. Hát ő ugye odahaza, abban a szerencsés helyzetben volt, őt érdekelte a vízilabda, hogy nem csak azokat a meccseket látta, mint egy átlag néző, a tévé ugye a magyar meccseket adja. Ő a kazettákról, akkor még ugye VHS kazetták voltak, a világesemény összes meccsét végignézte, mert nekem megvolt minden meccs, mert minden meccset fölvettünk. És először nekem olyanokkal jött, hogy mit kiabált egyik játékos a másiknak, tehát ilyen folklór dolgokat vett észre. Egy idő után meg már szakmai dolgokat is mondott, mondom, ilyen kisrácként, és volt hozzá érzéke, aztán persze, hogy mi lesz, nagyon sok mindenem múlik egy edzői karrier. Az én esetemben ugye egy szavazaton múlt, mert én 6 szavazatot kaptam a választáskor, a második az 5-öt, a harmadik meg 4-et. Tehát gyakorlatilag én valószínűleg Olaszországban élnék, hogyha akkor valaki másképp szavaz. És mit gondolsz arról, hogy milyen lenne neked ott most? Minden, hogyha minden máshogy alakul, szoktál ezzel egyébként így néha? Nem, mert nem vagyok fatalista, tudomásul veszem, hogy így alakult, és amikor Komóba vagyok, akkor nem a város szépségében gyönyörködöm, ami Európa... Pedig lehetne. Európa egyik legszebb, hanem a legszebb kisvárosa, hanem a barátaimmal találkozom, és jókat röhögcsélünk, és elengedünk egy-egy olyan félmondatot, ami egyébként aktuális, nem sztorizunk, mint a vének, hanem aktuális dolgokra elengedünk egy-egy félmondatot, aminek általában az a reakció, na te se változtál semmit. És akkor így azért úgy egymás tenyerébe csapunk, mert a játékostársaim voltak, aztán később a játékosaim lettek, amikor már edzősködtem, de a barátság az barátság. Úgyhogy én igazából emberi vonzalomban vagyok, nem pedig ilyen mitikus dolgokban, hogy milyen gyönyörű Komó. Nem azt mondom, hogy nem látom, hogy szép, de hogyha nem lennének ott a barátaim, akkor nem mennék megnézni, hogy még mindig szépe. De nem is csak a szépség, hanem úgy valahogy az itáliai életstílus. Az a fajta, amikor így beleszippantasz a levegőbe, és hogy mondjam, teljesen más a nyugalmi szint, vagyis hogy van nyugalom, meg, én azért mint itthon. Nagyon sokat átmentettem. Én például főzőskézek otthon, az olasz férfiak főznek, mert az olasz ételeket elkészíteni nagyon egyszerű. Nagyon ízletesek, de nagyon könnyű ezeket megcsinálni. Kevés hozzávalóval készülnek. Hamar elkészülnek. Ennél fogva gyorsan, ugye már csak azért is, mert szeretik a hasukat, gyorsan megtanulnak a férfiak is főzni. Én egyébként is tudtam főzni, mert az állatorvosok tudnak főzni. Az állatorvosok tudnak, miért? Hát azért, mert különösen régebben azért a nagy állattartó telepeken mindig előfordultak olyan esetek, hogy ezt úgy nevezik, hogy kényszervágás, hogy ahhoz, hogy a hús értéke megmaradjon, az egyébként menthetetlen állat esetében vágóhidra küldték. Na most ennél fogva azért gyakran volt odahaza a mélyhűtőben alapanyag, és hát mi pénteken Tatabányán mindig azt játszottuk ott a környező falvakba dolgozó kollégákkal, kiírtuk egymásnak keresztbe, hogy ügyeletes, és akkor valahol találkoztunk, és akkor valaki éppen hozta
a friss húst, és akkor bogrács. Nagyokat nyelsz közben, csak mondom. Igen, szóval én ott viszonylag hamar, nyilván odaállítottak az elején a bogrács mellé, aki elsőbb a demizsonnal foglalkoztak, és akkor rám szóltak, ha elrontottam, hamar megtanítottak, hogy tudjak főzni, és őnekik már ne kelljen ezzel foglalkozni, de ez nem volt baj, tehát ez szerintem nem tragédia egy férfi esetében, hogyha... Nem, hogy nem tragédia, nem tök jó, hát ez alap, tehát... Jó, hát azért a fecső a hajas kenyénére akadt. Jó van, azért nem halt el éhen. Nem, de... Volt azért nagymama, nem? Aki se besegített. Így van, a nagymama volt az figura. Úgyhogy azért mondom, ja, és aztán idehaza meg elkezdtem vadászni. A vadászok szintén sokat vannak így a vadászatok kapcsán csak férfiak. Ennél fogva ott is kell tudni főzni, és előbb-utóbb még az is megtanul, aki az első években még nem tud, mert azért csak ellesi akkor a barátjától, a vadász barátjától, hogy az meg miért tud főzni. Úgyhogy én mondom, én nagyon gyakran van nálunk olasz menü odahaza, és hát remélem nem nézi meg az asszony, de a gyerek szerint én főzök jobban. Na majd szólunk Renátának, hogy nézze meg, különösen a második felében. Egyébként az jutott eszembe, hogy annyi minden, tehát hogy te ugye 41-42 évesen lettél szövetségi kapitány, ugye? Tehát ilyen... Én 97-ben, és én 54-es vagyok, tehát 43. Na, 42 éves voltál, és ez pont egy olyan tranzitkor, amikor klasszikusan, akár férfi, akár nőről beszélünk, ilyen életközepi válságok szoktak zajlani. És hogy volt-e neked egyáltalán időd, meg energiád arra, hogy neked életközepi válságod legyen egy olyan helyzetben, amikor belecsöppentél egy ilyen érzelmi viharokkal és komoly terhekkel járó munkafeladatban? Ahogy meg is válaszoltad, hát ez lekötött annyira, hogy nem volt nekem időm itt válságozni, meg ilyenek. Én folyamatosan, amikor vége lett egy világversenynek, akkor is már elkezdett ketyegni az agyam a következő feladatokkal kapcsolatosan. Tehát nyilván azért volt valamennyi nyaralás, meg kikapcsolódás, meg akkor nem vacsoráig örültünk, amikor lefújták a döntőt, hanem mit tudom én egy hónapig, de én már a karácsonyi csapatvacsorára már olyan elképzelésekkel mentem, hogyha egy pár percet beszéltünk vízilabdáról, ez mindig a Siposban volt 23-án, akkor azért a következő évvel kapcsolatos néhány olyan dolgot, ami a játékosokra is tartozott, azt elmondtam nekik. Tehát én már ősszel azért foglalkoztam a következővel. Nem volt, én azt gondolom, életközépi válságom. Mindig a leglényegesebb, hogy egy olyan helyzetbe éltem az életemet, hogy a feladat nagy volt, a feladat nehéz volt, de meg tudtam tervezni egy lehetőséget, hogyha azt jól végigcsinálom, akkor a feladatot megoldjam, vagy elérjem a célt. Három olimpia alatt 21 ember tettél olimpiai bajnokká. Fel tudod őket sorolni az összeset? Remélem, mert azért most itt azért egy vizsgahelyzet. Bocsi. De nem baj. Kósz Szécsi Gergely, Steinmetz Vári, Székely Benedek Kisgergő, Varga Zsolt, Molnár Tamás, Kásás Biros, Fodor Merc. Ez volt a Sydney csapat. Ehhez jött 4 játékos. Ez eddig 14? Jó, mindegy, ehhez jött 4 játékos, mondd tovább, meg lesz. Igen, mert egyel több kapus mondtam, bocsánat. Jó, semmi baj. Igen, akkor ehhez jött, tehát 14, oké. Okay. Ehhez jött a Sydneybe még a Steinmetz Ádám. Aténba, nem? Aténba, igen, a Steinmetz Ádám. A Madaras Norbi. Varga, valamelyik. Varga Tamás. Igen. Igen, Varga Tamás. És a Pekingre pedig a Varga Dénes, Varga Dániel, Osnyánszki Norbi és a kis Gábor. Yes! Megvan a 21. Megvan a 21. Hú! Megszületett. Hát azért ez csöndben megjegyzem, hogy nem nagyon tudsz olyan szövetségi kapitány vagy edzőt se mondani, aki a 10-ig eljut. Nyilván egyéni sportágban nehezebb, de csapatsportágban viszont csak egy aranyat lehet nyerni. Igen.
Jól van, kicsit helyzetbe hoztalak, remélem nem bánod. Nem. Mindannyiukról tudod, hogy mi van velük? Tehát követed őket? Sok persze. Ráne, hogyha elém rakod a listát. De elsősorban például most arra gondolok, hogy például azok, akik vezető pozíciókat szereznek a vízilabda sportban, hogy mit érzel, amikor őket látod? Például most ugye Madaras Norbert az elnök, aki játékosod volt, de volt már Vári Attila az elnök, kevésbé sikerült jól, de volt, tehát a szövetségi kapitányokat adott ez a csapat a Benedek Tibitől, Mersz Tamás. Mersz Tamás, most Varga Zsolt. Így van, mert most a Varga Zsolt, így van, szóval, hogy... Nézd, én egyet tudok mondani, nem tudták kikerülni, kell majd balra menni, nem tudták kikerülni a kéréseimet, néha utasításaimat, javaslataimat, amikor a leosztás az volt, hogy ők játékosok voltak, én meg szövetségkapitány. Uh-huh. Ez megszűnt, nincsenek javaslataim, nincsenek kéréseim, válaszaim vannak, hogyha vannak kérdések. Uh-huh. Az viszont kötelező jellegem, mert én azt gondolom, én mind a 21-nek hálás vagyok életem végéig, és ha úgy látják, hogy én tudok esetleg olyat mondani, ami nekik segítség, és ezt megkérdezik, akkor megpróbálom ezt a segítséget megadni. Mm. Ilyen a kapcsolatom velük. És megkérdezik? Van, aki igen, van, aki nem, van, aki gyakrabban, van, aki ritkábban. Mert 21-en vannak, 21 férjek, illetőleg most már sajnos csak 20-an vannak. Mm. Hát pont ezt akartam még itt a végére, muszáj vagyok megkérdezni, mert tudom, hogy mindenkit érdekel, hogy benned a Benedek Tibi történet hol van most. Nézve ezt a filmet, készítve ezt a filmet, amivel kezdtünk is, újra végig kellett élni egy csomó mindent. Gondolom, hogy felkavarta. Hát a Tibivel olyan sok közös élmény van, olyan sok négy szem közti beszélgetés, amiben olyan sok minden nem volt publikus, és nem lett publikus, és most már nem is lesz, mert ugye egyoldalúan nem teszek publikussá bizonyos félmondatokat, amiket egymásnak mondtunk, mert nem tudom bele leokéztatni, hogy én ezt elmondhatom-e akár itt most neked. Én azt gondolom, hogy ez mindenki megszenvedte. Egyes szem első szemében ezt az egész helyzetet ő szenvedte meg, utána közvetlenül nyilván a családja, a barátai, a játékostársai, én is, és én most már nem szeretnék a Tibor kapcsán szenvedni, megmondom őszintén, most már nem is szenvedek, mert koncentrálok arra, hogy az összes vidám, jópofa, öröm és humor pillanatok legyenek meg bennem vele kapcsolatban. Nem pedig az, ami az utolsó időszakban történt. Tehát én koncentrálok, hogy boldogan és boldog Benedek Tibi jusson eszembe, hogy vidáman és vidám Benedek Tibi jusson eszembe. Elég sokat nevetgéltünk, hogy van muníció ehhez, és hogy nekem ez így menjen. Lehet, hogy ezt más esetleg ezzel nem ért egyet, hogy ezt nem így kellene. Én önvédelemből, meg az ő emlékét is így őrzöm. Van mire emlékezni. Van. Tényleg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Egy közös fotót még kiszállunk, csinálunk. Itt ebből a képletből ordít, hogy a legfőbb feladatod szublimálni a libidódat. Most szeptemberben 10 éve vagyok teljesen hűséges, és tulajdonképpen már előtte is ott volt a megérkezés, csak ott még egy kicsit vadkancáskodtam. És annyira durva volt ez a váltás, annyira gyors, hogy a fiamnak a bronhitisze volt az ára.